Imádunk és áldunk téged, Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jó Istentől erőt, segítséget kértem a 10. balatoni csillagösvény körúthoz. Ugye 10 évvel ezelőtt, a pandémia évekkel, ugye 12 évvel ezelőtt, a kedves nővérek kaptak egy nagyon szép telket Szovátán. Iskola nővérek. Én hívtam, telepítettük le őket Szovátára. Egyházmegye adta, de nem volt épület rajtam. És akkor nővérek ide-oda pályáztak, de nem volt eredmény. És akkor mondtam, hogy pályázunk a Jóistennél. Énekkel, imával, jókedvel, szeretettel. És megszerveztük az első balatoni csillagösvény körútat. Ez azt jelentette, hogy gyerekek énekeltek, én prédikáltam, a mise végén kalapoztunk, és ha hiszik, ha nem, megépült Erdély egyik legszebb épülete, hát fészket raktunk imából, énekből, jó szóból, Istennek legyen hála. Na persze, ez az intézmény, amelyik létrehozta a Marosszégi Kodály Zoltán gyermekkart, hát működési költségei is vannak. Volt úgy, hogy többfele elmentek a nagyvilágba, országos Európa, van olyan is, hogy olimpia, gyermekkórusok olimpiája. Voltak Svájcban, és első helyen jöttek haza, úgy, hogy ott volt a Mexico City, meg a pekingi, meg a párizsi gyermekfilharmónia, és mi gyerekeink a szép kis székelyruhába elhozták, ha már ott voltak, mi ne hozták volna el, a kupát, az érmeket. Úgyhogy ilyen ügyes gyerekeink vannak, de hát ehhez, hogy ez működjön, támogatás kell. És azért úgy minden évben egy hetet én az életemből nekik adok, és ilyenkor, ami bevétel van, vagy ami adományt összegyűjtünk, az a Vera nővérék kórusáé lesz. Úgyhogy én mindenkit nagyon szeretettel hívok, bíztatok, bátorítok, hogy hallgassa meg, hogy milyen szépen csicseregnek ezek a sóvidéki gyerekek. Persze nem csak minden a Szent Ferenc alapítvány, a környék falvaiból, városaiból, aki akar énekelni, hát énekel. Minden esetre én most ott voltam a próbán, hát egy egész tábort szerveztek, hogy minden nap énekeltek, és olyan nap is volt, hogy 8 órát. Úgyhogy érdemes eljönni, meghallgatni, hogy mire jutottak. Adná az Isten tényleg, hogy szép, örömteli találkozók legyenek Balaton környékén. Csatolom a programot, hogy melyik nap, hol, hánytól vagyunk. Adja az Isten, hogy találkozzunk, dicsőtessék a Jézus Krisztus!